Szabolcsi Attila nagykálói ültetvényén mutatja a Jonagold alma méretét. Annyira kicsi a gyümölcs, hogy a termelő jelenleg még abban sem biztos, hogy érdemesen leszüretelni azt. Egy másik fajta, az idared valamivel jobb állapotban van, de ezeken a fákon sem kecsegtető a helyzet. A termés nagyjából háromnegyede esett ki a 10 hektáros területen a hatalmas aszály miatt. Természetesen még nem kezdtünk el a betakarítást, csak satszolni tudom, én azt mondom, hogy körülbelül egy 20% termés lesz, ha rajta marad a fán betakarításig, mert már azt látni, hogy akinek esetleg megmaradt korábbi fajta, az ahogy elkezd érni a gyümölcs, az szépen hullik is lefelé. Tehát igazából nem tudom, hogy mire odaérünk, addigra mi marad a fán. Magyarországon egy átlagos évben 600 ezer tonna körüli almát takarítanak be, az utolsó kiemelkedő évben, 2018-ban 800 ezer tonna felett volt a terméshozam. Idén ez a mennyiség legjobb esetben is a 300 ezer tonnát érheti el. Mivel a legtöbb ültetvény öntözetlen és a gyümölcsméretek elmaradnak az átlagostól, egyelőre még az sem látszik, hogy a feldolgozóipar mit tud kezdeni az idei terméssel, mondta el a Fruit Web elnöke. Nem becsülhető jelenleg még pontosan, hogy a Magyarországon vagy az Európai Unióban várható termésből mennyi lesz az étkezési és az ipari. Ugyanis az aszály és a hőség miatt, ami nem csak Magyarországot, hanem egész Európát sújtja, a gyümölcsméretek jelenleg elmaradnak az ilyenkor szokásostól, és nagy kérdés, hogy a születig az alma hanyad része fogja elérni a 65-70-es méretet, ami az étkezési alma alsó korlátja. Ez még jelentős mennyiségeket tologathat az étkezési és az ipari alma piac között. Ami bizonyosan látszik, hogy a hazai feldolgozó ipar kapacitásának kb. 50%-ára lesz elegendő ipari alma, és ezen nem fog jelentősen változtatni az sem, ha plusz-minusz 10-20 ezer tonna átrétegződik az ipari és az étkezési alma között. Az alma termő területe egyébként évek óta csökken az országban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az idei rendkívül rossz évjárat miatt várhatóan ez a negatív tendencia folytatódik. Egy olyan spirál vagy folyamat elején vagyunk, ami a következő két évben rossz esetben az alma termőterületek jelentős csökkenéséhez vezethet. Igazából nyilvánvalóan ez soha nem egy-két éves folyamat, hanem egy sokkal hosszabb távú. De 4-5 éve rossz évjáratokon vagyunk túl. 2018-ban ugyan jó volt a termés, de nagyon nyomottak voltak az árak, és az alma 10-15%-át betakarítani se tudtuk. 19-20-21-ben a tavaszi fagykárok okoztak nagyon jelentős termésveszteségeket. Most talán a tavaszi fagyok hatása mérsékeltebb volt, de a hőség, az aszály, amit a nyár óta tart, szintén jelentős kiesésekhez vezet. És 5 rossz évjáratot, mind anyagilag, mind pszichésen nagyon nehéz átvészelni. Szabolcsi Attila ezzel szemben azt mondja, ettől csak jobb évek következhetnek, a megoldás pedig nem az kell, hogy legyen, hogy a termelők felhagynak a tevékenységgel. Én úgy gondolom, hogy a gazdák mindig optimisták, mindig a következő évben bíznak, hiszen ha nem bíznának, akkor már rég nem csinálnák. Senki nem tudja, hogy milyen lesz a következő év. Lehet hallani ezt, lehet hallani azt, ugyebár, de hát ezt majd csak a jövő év mondja meg, hogy ebből mi valósul meg. Tehát aki gyümölcstermesztéssel foglalkozik, az nem egy évben gondolkodik. Tehát ugyanúgy neki fogunk ugrani a következő évnek. Más nem tudunk tenni, és bízunk a jó Istenben. Annyi bizonyos, hogy a termelők számára az előállítás is egyre költségesebb. A növényvédőszerek ára majdnem duplájára emelkedett a tavainak, de drágább lesz tárolni is az almát. A szeptembertől érvényes energiaárak ugyanis a hűtőházak kiadásait is jelentősen megnöveli.